Ajaj! Na, először is hello mindenkinek! Én vagyok a Farkas, mint ezt elvileg nagyon jól látjátok. És ezt a videót azért kell megcsinálnom, mert egyre többen hívtok olyan ügyekből, hogy... Nem értem, hogy miért kapkodtok ennyire. Jó? A mostani videónak az a témája, hogyan készül a start menü. Ugye evidens, hogy a start menü minden rendszerben van, ami ilyen kicsit talán Windowsosabb kinézetű. Vannak egyéb Linuxok is, aminek mondjuk ilyen oldalmenüje van, vagy felső menü, stb. De ez a videó kimondottan a Cinnamon nevezetű rendszerre épül, és hogy valamennyivel jobban lássátok, van itt alul ilyen panel nevezetű dolog, ami hát egy kicsit talán furcsább, hogyha mondjuk nincs. És mondjuk azért nincsen ez a panel, mert hát egy kicsit elrontottad. Például megnyomtad ezt a mínuszt, hogy a panel eltávolítása. És nincs több panel. Tehát elvileg te, mint felhasználó, ja, és vannak ilyen egyéb programok is, azt is gyorsan eltüntetem. Nincs, tehát nincsen semmilyen panelünk, nincsen start menü, nem tudunk kijelentkezni, nem tudjuk a Firefoxot elindítani, semmire nem vagyunk képesek, nem fut semmi. Jó? Tehát ilyenkor mi van? Hát ilyenkor az van, hogy előveszed a mobiltelefonod, és beírod, hogy a start menü újra létrehozása, illetve hogyan kell start menüt csinálni a Cinnamonon, mert eltűnt magától, jött egy Linuxos vírus, és így eltüntette. Természetesen nagyon jól tudjuk, hogy Linuxra vírus az. Hát, összeszorított szemmel érdemes nézni az ilyeneket, mert valószínűleg Windowsos a srác, érdemes jobban, sokkal jobban utána nézni. Főleg azoknak a munka embereknek, hogy is mondjam csak. Szóval azoknak a kollégáknak érdemes a munkáját, illetve a videóit megnézni, akik valóban mögöttes tartalommal rendelkeznek, nem pedig megállás nélkül gameplay videókat csinálják, máshoz nem nagyon értenek, és fikázzák a Linuxot megállás nélkül. Jó? Tehát ez a videó arról szól, hogy hogyan kell létrehozni újra azt az egész menüsort, és nem csak hogy azt, hanem hogy mennyi minden van még ebben. Tehát itt ez az alaphelyzet, amit ugye megbeszéltünk már az előbb. Így körbe kell nézni. A fölben van a monitorban, valahol csak nem bírom előhozni. Nem, természetesen tényleg kitöröltem, tehát semmiféle egyéb, se a jobb, se a bal ablakon nincsen semmiféle tálca, tray, start menü, semmi. Ezt itt is látjuk egyébként, tehát semmi, nincsen. Jó? Tehát csak két ablakunk van, és egyiken sincsen semmiféle start menü. Ez az idióta Firefox így fut, de ennyi, oké. A jobb gombon sincs olyan, hogy beállítások. Tehát a trükk az, hogy amikor lenyomod a jobb gombot az asztalon, akkor ott nincsen, hogy egyből a beállításokba ugrasz. Ugyan nincsen. Természetesen innen fogunk menni a beállításokba, és ezt is érdemes megnézni, hogy hogyan. Van itt egy olyan, hogy asztal háttér módosítás. Oké, módosítsuk az asztal hátterét, de mégse akarunk asztal hátteret módosítani, hanem az összes beállítást látni szeretnénk. Ez pedig a bal felső sarok. Itt van egy gomb, ezt látjátok? Itt egy gomb. És az arra való, hogy az összes beállítást látjuk. Tehát magában a beállítási menübe ilyen egyszerű belépni. Nem csak itt lehet belépni, ezt be is zárom. Nem csak itt lehet belépni, hanem egy másik, vagy asztali alkalmazás hozzáadása, ezeket is érdemes jobban megnézni, hogy miféle alkalmazásokat lehet az asztalra kitenni. Oké, most per pillanat nem ez kell nekünk, ugyanúgy itt van balra fölül a visszagomb és íme a teljes menüsor. Jó, kicsit arrébb húzom ezt a böngészőt, és itt van egy olyan gomb, hogy panel gomb. Na hát, nincsen panel, most töröltem ki, ezért panel hozzáadása. Ez is ugyanúgy a bal oldalon van fönn. És akkor hova? Alulra vagy fölülre? Hát... Pittam én. Maradjunk a stabil... Mondjuk nem túl stabil, hanem... Érzelmileg hozzákötött alsó panelhez. Lenyomjuk, hogy potty. És a teljes menüsor ott van újra. Mondjuk, hogy... Ez azért került ugyanígy vissza, mert... Így töröltem ki, akkor egyből ugyanígy visszapakolja. Ez így meg nem helyes.
Úgyhogy visszatérünk ide, hogy a kis alkalmazás eltávolítása. Oké, bezárjuk. Ugyanígy az alaphelyzetben vagyunk. Kettes számú probléma. Minden tök jól működik, csak valahogy jött egy Linuxos vírus, tudod, előző mondat, jött egy Linuxos vírus, és kitörölte a start menümet. Ezen szoktam elég nagyokat röhögni, mert de itt olyan nincs olyan, hogy start menü. A XFCE-en az egy másik Linux, mint ez a Cinnamon, tehát ezen is, a KDE-en az is egy teljesen másféle Linux, mint meg van olyan, hogy Máté, meg többit is. Jó? Mindegyikben máshogy hívják a menüt. A Cinnamonban, amit éppen most látunk, úgy hívják, hogy menü. Well, hát nem valami nagy fantáziadús neve van, de legalább van.